Sorrendben 10. alkalommal rendezik meg az ötvös kupát, és harmadszor lesz nemzetközi a tornamezőnye. Tavaly a 14 évesek mérték össze tudásukat, idén pedig U16-os csapatok lépnek majd pályára. Mint Makrai László, a rendező nyíregyházi kosárlabdaklub elnöke elmondta, a rangos mezőnyt várnak a tornára. 8 csapat vesz ezen részt, 3 első osztályú külföldi klubnak a közvetlen utánpótlás csapatai jönnek, Szerbiából Velsecről, Szlovákiából Svidből és Romániából Nagyváradról. Ezen kívül lesz 5 magyar csapat, 2 nyíregyházi, a Nyíregyházi Sportcentrum 16 éves átcsapata, az akadémiai csapat, a Nyíregyházi Kosárlabdaklub, és még 3 akadémiai csapat, Pécsről, Debrecenből és a Budapesti Honvéd Akadémiai csapata vesz részt. Tehát igen, erős mezén lesz, hogy mondtam, 4 akadémiai csapat és 3 külföldi első osztályú klub utánpótlás csapata vesz részt. Pont azért, hogy az akadémiai rendszerben, amely kötelezően elérje például 16 éves korosztályban 6 nemzetközi mérkőzés lejátszását, ezt ezek a csapatok itt nagyrészt meg is tudják valósítani. Túl azon, hogy a fiatalok 3 mérkőzés játszanak, több hozadéka is lesz a tornának. A nyíregyházi részről mindenképpen azt kell néznünk, hogy az NKK, meg mondjuk a sportcentrum részről meglátjuk azt, hogy ugyanebben a korosztályban sportoló, nevelkedő gyerekeink hol tartanak egymáshoz képest. Nagyon fontos ez, mert 16 éves korig nevelünk mi, ahogy mondtam, és 18 éves korban átadjuk a sportolóinkat. Már majd nagyjából látszik az, hogy ki milyen helyre kerülhet, hogyha a 18 éves korában átirkozol a sportcentrum akadémiai csapatához. A másik része meg az, hogy azt hiszem, hogy a sportban lévő együttműködés megmutatja azt, hogy ezekkel az akadémiai csapatokkal, ezeket a külföldi csapatokkal hogyan tudunk együtt dolgozni, ki hol tart és milyen szakmai úton jár. A torna első mérkőzései pénteken 17 órakor kezdődnek a Bánki és a Vecsik csarnokában. A szombati találkozókat követően vasárnap a helyosztókat rendezik meg. A döntő 13 órakor kezdődik a Bánkiban.